Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről is fogunk beszélni? Látható, hogy terminál van nyitva, így bizony sejtheti mindenki, hogy terminálos munka lesz. Gyakorlatilag a Linux Mint, illetve a Debian alapú csomagkezeléssel fogunk foglalkozni, azaz az app nevű programoknak a családjával ismerkedünk meg. Nagyon szűk mértékben, gyakorlatilag miért? Mert a Debiannak a csomagkezelése nagyon összetett, az alapokat mindenképp, ismétlem, mindenképp ismerni kell, hiszen előfordulhat nagyon-nagyon-nagyon ritkán, hogy nem indul a grafikus felületünk, akkor telepíteni, eltávolítani és egyéb dolgokat hát bizony csak terminálba fogunk tudni megtenni. Ez nagyon fontos. A terminálos munka nem fáj, nagyon egyszerű, csak meg kell tanulni. Azaz figyeljünk oda, az alapokról beszélek, de ez az alap ismerendő. Azaz, nézzük is meg. Na hát első körben mi az, amit egy telepítésnél meg kell csinálni? Telepítéshez a Debian alapú rendszereknél természetesen az apt-get elnevezésű programot használjuk. Ehhez általában sudo jog kell, tehát emelt jog, azt mindenképp be kell írni, illetve meg kell adni a megfelelő jelszót. Azaz, első körben mi a feladatunk, gondolkodjunk el. Hát első körben természetesen mindig telepítés, frissítés és egyéb előtt felfrissítjük az adatbázisunkat. Azaz a sudo apt-get update parancsal fogjuk ezt megtenni, lenterezzük, bekéri a jelszavunkat, 1, 2, 3 darab A betű, és felfrissíti az egész rendszerünk adatbázisát. Erre nagyon figyeljetek, hogy valóban nem történik itt más, mint az adatbázis felfrissítése. Megnézi, hogy a tükörszervereken milyen adatok vannak, milyen olyan csomagok vannak, amiket mi használni tudunk, telepíteni tudunk az apt-gettel, és szépen lefut, azaz lefut 1-2 másodperc alatt. A rendszerfrissítés is nagyon egyszerű, felfele nyílat megnyomom, ne kelljen az egészet begépelni, és kitörölöm az updatet, és upgrade, grádics, lépcsőzetes, feljebb lépünk, felkiáltású dolgot megcsináljuk, és megcsinálja az alábbi csomagok, vissza lesznek tartva. Ehhez nem nyúlunk. Az, hogy valami nem frissítendő, vagy nem kéne hozzányúlni, azokat a rendszer önmagába tudja. Ezeket valamikor valahol ő állította be, és gyakorlatilag ezekhez nem kell nyúlni. Ha ilyen jelzéseket kapunk, akkor azt nem piszkáljuk. Azaz, hol tartunk, felfrissítettük az adatbázist, felfrissítettük a rendszerünket, ezt általában meg kell csinálni. A következő gondolat az, hogy természetesen senki nem fogja tudni fejből ezeket a parancsokat, fejből ezeket azért illik tudni, de egyéb verziókat nem, azaz apt-get, és ide írjuk, hogy kötőjel H, helpet, kötőjel H, helpet kérünk, a help kiadja, hogy milyen parancs kapcsolók vannak, mit lehet csinálni, illetve az apt családnak, az egész apt-get egyéb parancs összeállításoknak van manuál oldala, tehát a man apt-get is működni fog, a man apt is működni fog, illetve interneten millió plusz egy darab leírás van. Következő dolog, hogy bizony szeretnénk valamit installálni, tehát egy új parancsot, új lehetőséget, új programot szeretnénk installálni. Igen, de én nem tudom azt, hogy ez pontosan milyen elnevezésű ez a program, keressünk rá. A keresés nagyon egyszerű, beírjuk, hogy apt-search, és beírjuk azt a keresőszót, amire keresni szeretnénk, mi pedig a VLC-re szeretnénk keresni, és kiír rengeteg dolgot. Az egérgörgetővel leföl tudsz a terminálba általában görgetni, vagy az egész kimenetet egy TXT fájlba át tudod irányítani, kacsacsőr, megnevezés és TXT, és azt tudod nézegetni. Hát bizony, látható, hogy sok minden van. Én általában azt mondom, még hogyha fejből tudod a program nevét, a telepítendő csomag nevét, akkor is egy search-öt, egy keresést érdemes elindítani, mert ahogy lehet látni, a VLC-nek rengeteg pluginja van, esetleg érdekes lehet valamelyiknek a telepítése. Tegyük fel a VLC-t, látható, hogy a VLC az bizony egy lejátszó és műsorszóró, akármi, hát bizony a VLC-t feltesszük,
Kiválasztjuk azt, amit fel szeretnénk tenni, VLC, ennek a neve, akkor sudo. Miért kell a sudo? Mert rendszer dolgokhoz nyúlunk, telepítünk, sudo nélkül nem megy. A csomaglista lekérdezése, a névre való keresés nyilvánvalóan nem rendszerművelet, így nagyon egyszerűen sudo nélkül is meg tudtuk oldani, de ehhez kell a sudo és apt get, és iszonyat nagy meglepetéssel az a kapcsoló, hogy install, és megadjuk a nevet VLC, megpróbáljuk nem eltolni, nem elérni, nehogy más telepítsünk föl. Hosszabb neveket érdemes bemásolni, kivágni és bemásolni. Sudo apt-get install VLC és fel is rakja. Itt is azt mondom, hogy vannak javasolt csomagok, azt mondom, hogy lesznek telepítve csomagok, és egyéb gondolatokat ki fog írni, mindent ki fog neked írni. Itt nem lesz olyan problémád, hogy esetlegesen nem telepít fel valamit, amire neked szükséged van, és azt mondja, hogy vannak javasolt csomagok, na hát ebben tovább lépünk, de először a folytatni kívánja a műveletet, gondolatot megtesszük, igen, nem, yes, no felkiáltással, az I betű a nagy, rábökünk egy I betűt, azaz, hogy ne kelljen azt a sok I betűt begépelni, egy Enter-t nyomunk, és feltelepíti, látható, lefut a telepítés, elvégzi a dolgát, nem kell ezzel különösebben foglalkozni. Utána, vagy előtte, kinek hogyan tetszik, visszamegyünk oda, hogy javasolt csomagok. A javasolt csomagok olyan a csomagok, amik esetlegesen kellhetnek, nem kellenek, nem kötelező, kötelezőt föl fogja rakni, ezt az úgynevezett függőségek, következő további csomagok telepítve lesznek, ezek telepítve lesznek, ezzel mi nem sok mindent tudunk csinálni, ezek kellenek, és bizony, ezeket fel fogja rakni, de a javasolt, tehát ajánlott csomagok közül kiválaszthatod az, ami esetlegesen neked kell. Hát bizony, hogyha a kiválasztás úgy történik meg, hogy oké, hogyha javasolják, tegyük fel, akkor én kiszoktam az összeset jelölni, majd utána visszamegyünk a legvégére, természetesen a parancs begépelésére a VLC-t kitöröljük, és kijelöltem láthatóan, és ide bemásolom. A terminálba a bemásolás általában, nem mindig, a Shift és Insert gombbal meg szokott történni, vagy az egér középső gombja, görgetős gombjának a kattintásával, és akkor a javasolt, nem kötelező csomagokat is fel lehet tenni. Oké, fel fogja rakni nekünk, kész, fel is rakosgatta. Oké, nekünk nem kell a VLC, rájöttünk, hogy mi igazából ezt soha nem is használjuk, ezt el szeretnénk tüntetni, hát hogyan történik az eltüntetés, beírjuk, én lapozgatok, sudo apt-get install helyett természetesen kitöröljön az installt, és be fogom írni azt, hogy remove, távolítsd el. A remove parancs el fogja távolítani neked azokat a fájlokat, amik a rendszerhez, a programhoz tartoznak, de a csomagokat távolítja el. Miért mondom azt, hogy de, meg a csomagokat távolítja el? Mert a konfigurációs fájlok egy részéhez nem fog hozzányúlni. Ez miért problémás? A VLC-t én mondjuk elméletileg soha többé nem akarom használni, de a konfigurációs fájlok fent maradnak. Azaz, hogyha egy programot akarsz eltávolítani, akkor a remove eltávolítás parancsot légy szíves használni, ha pedig a hozzáadott konfigurációs beállításokat el szeretnéd távolítani, akkor a purge, purgatórium, tisztítás parancsot adjuk meg, én ezt szoktam használni, el fog távolítani minden olyan konfigurációs fájlt elméletben, időnként fent marad valami, de hát azok olyan pici kis fájlok, hogy nem igazán kell vele törődni, akkor el fogja távolítani ezeket, és eltávolítja, oké, az alábbi csomagok el lesznek távolítva, ami úgy kezdődik, hogy VLC, el szeretnéd távolítani, ja, el szeretném el távolítani, és kiírt egy csomó mindent.
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, de nincs rájuk szükség. Nincs rájuk szükség, azt a sudo apt autoremove parancsal törölhetjük. Hát először is a VLC-t el fogom távolítani, látható, hogy lefut a parancs, semmi egyéb dolog nincs vele. Tehát itt valóban nem kell más csinálni, csak a parancsokat elolvasni. Egyrészt a leírást megjegyezni, hogy remove, purge, install, és utána lefuttatni, elolvasni, hogy mit ír ki, és amit kiír, azt természetesen végre kell hajtani. Oké, azt mondtuk, hogy bizony eltávolította a VLC-t, de a VLC-vel együtt érkezett, illetve mi felraktunk egyéb dolgokat is, függőségeket, illetve javasolt csomagokat is. Azokat jó lenne, hogyha eltávolítaná. Látható, hogy a függőségként felrakott programokat nem szedi le. Hát ez jó vagy nem jó, én azt mondom, hogy teljesen mindegy ki hogyan gondolja, ezeket a dolgokat el kell távolítani, nem kellenek. Elméletileg nem kellenek. Ő megmondta, hogyan lehet eltávolítani. Úgy lehet eltávolítani, hogy megadjuk, hogy sudo apt auto remove, azaz automatikusan távolítsuk el, vagy sudo apt get auto remove, ugyanaz remove, és akkor eltávolítja automatikusan a dolgokat, mivel hogy ő ezt a parancsot javasolja, akkor én ide teszem, bemásolom középső egérgombbal, és akkor sudo apt auto remove. Elindítod, és megnézed, hogy mit ír ki. Megnézed, hogy mit ír ki, mivel az én rendszerem teljesen tiszta, gyakorlatilag úgy működik ez a dolog, hogy az előző telepítés, illetve előző pár telepítésnek a felesleges dolgait, amit telepítésnél visszavontam, eltávolítottam, azokat leszedettük ezzel, de mindenképp olvasd el, mert ez a program leszedi az összes olyan függőségként felrakott dolgot, amire szerinte nincs szükség. Ez veszélyes is lehet, mert tévedhet és leszedheti azokat a program részeket, amik esetleg valamikor függőségként kerültek fel, de te használni szeretnéd őket, mert egyéb okai vannak ennek, és azokat le tudja darálni. Miért? Mert ő természetesen úgy csinálta, hogy ez függőségként van megjelölve, függőségként jött fel, akkor azokat le kell szedni, hogyha nincs az a program már fent, amire éppen ezek hivatkoznak, akkor le kellene szedni, azért nézd meg, hogy valóban le kell-e az összeset szedni. Hát én úgy gondolom, hogy elfogadjuk a rendszernek a gondolatát, leszedetjük auto remove-ba. Ha nem akarod az összeset leszedetni, akkor természetesen egyesével vagy tömegével bemásolod, és a purge és a remove parancsal eltávolítod, de én megbízok jelen pillanatban annyira a rendszerembe, hogy ezeket automatikusan meg lehet tenni. Oké, hogyan működik egy telepítés? Nem a parancsokra gondolok, hanem arra, hogy bizony hogyan működik. Hát úgy, hogy a gépem elküldi, a program elküldi a parancsot, valamilyen csomagot légy szíves letölteni. Oké, ezt a csomagot, hát ő valahogy felrakosgatja a rendszerembe, és tudom használni. Oké, ezt el tudom távolítani, de a letöltött csomaggal, az a fizikailag letöltött csomaggal, mi lesz, amit letöltöttünk, telepítettünk, azzal mi lesz? Hát elmondom, nem fogja törölni a rendszeredből automatikusan, egy megfelelő könyvtárban ott fog lenni. Miért? Mert ha újra telepíteni szeretnéd, vagy valamihez hozzá kell nyúlni az adott programmal, akkor természetesen ott legyen, és ne kelljen újra letölteni. Ez nem mindig kívánatos, hiszen egy nagyobb frissítés előfordulhat, hogy bizony több 10, több 100 megabájtos vagy gigabájtos csomagokat leszed. Oké, a gigabájt elég durva, de azért előfordulhat egy régebbi rendszernél, egy karbantartatlan rendszernél, hogy ezek a letöltött telepítési csomagok, a Debian csomagok, azok bizony ott kuksolnak a gépeden, és jó sok helyet elfoglalhatnak. Hogyan lehet ezeket eltüntetni? Természetesen kell a sudo apt get, ez egyértelmű, és kétfajta parancs van a clean, clean, a törlés, törli a letöltött archívumfájlokat, az auto clean pedig törli a régi letöltött archívumfájlokat. Azaz, én azt mondom, hogy a clean, a törlést fogjuk használni, leokézzük, és el is törölte.
Az autoklin is hasonlóképpen működik, lényeg, hogy mind a kettő eltünteti a gépedről a felesleges dolgainkat. Oké, hát bizony a következő lépés, micsoda? Az, hogy elgondolkodunk azon, hogy oké, a Debian elég kiforrott rendszer, de lehet függőségi probléma is a rendszerünkbe. Nem szokott előfordulni, hogyha nem gányolod össze a rendszeredet, de előfordulhat, hát bizony, jó lenne, hogy a törött függőségeket, törött hivatkozásokat, függőségi hivatkozásokat nézzük meg. Nyilván sudo apt-get, és nyilván beírjuk, hogy check. Csekkelje le a rendszerünket, leenterezzük, oké, állapot információ, egyebeket megcsinálta. Nézzük meg az előző clean, illetve autoclean parancs közötti különbséget. Clean lefut, kalapkabát kitörli az autoclean, ezt a checket, ellenőrzést is el fogja a művelet végén végezni. Azaz mind a három parancsot érdemes fejbe tartani, a törlési parancsot, a felesleges csomagokat, letöltött csomagokat érdemes törölgetni, főleg akkor, hogyha fix és nagyon jó internet elérésed van, és gyorsabban letöltődik a dolog, mint a villám, és akkor felesleges a gépen tartani, főleg a kevesebb a tárhelyed, illetve a check, az ellenőrzési parancsot is érdemes fejbe tartani. Gyakorlatilag ennyi az, amit alapszinten tudnunk kell az apt-get rendszer terminálos megoldásáról. Lépjünk tovább. A következő lépésben szeretném bemutatni, hogyan használunk egy PPA-t, azaz egy személyes, személyre szabott tárolót, ami valaki valahol valamikor megcsinálta, például a kedvenc zenelejátszó, zenerendezgető programomnak a PPA-ját szeretném megmutatni, hogyan kell berakosgatni a rendszerünkben. Természetesen gondold át mindig, hogy ha te valami PPA-t, tehát személyes, személyre szabott saját, valakinek a saját tárolóját használod, kiteszed magadat annak a kockázatnak, hogy bizony rosszindulatú programok is kerülhetnek, nem fognak. Ez a nagyon-nagyon pici esély, de mindig elmondom, a gépedre és gondok lehetnek, illetve a függőségi fádat jól össze tudod barmolni, akkor, hogyha rengeteg össze-vissza PPA-t, saját tárolót fogsz használni. Én úgy mondom, úgy gondolom inkább így pontosabb, hogy megfelelő igényes PPA-kat lehet használni, fejlesztődnek a PPA-ját véleményem szerint lehet használni. Miért? Mert nyilvánvalóan ennek a programnak az elkészítője, aki ezt a PPA-t megcsinálta, hát bizony valami szinten a felelősséget felvállalja, hiszen ezt a programot én használtam Arch alatt vagy Fedora alatt, illetve régebben a Debian csomagok között is megvolt, de most nincs. Tehát kénytelen vagyok PPA-t használni. Oké, hogyan teszünk föl egy PPA-t? Első körben egy PPA, azaz tároló plusz tároló felrakás előtt az egész rendszerünket fel fogjuk frissíteni. Igen, tudom, hogy ez most ebben a pillanatban eléggé fölöslegesnek tűnik. Gyakorlatilag elmondható az, hogy bizony, pár perccel ezelőtt kiderült, hogy a frissített rendszerünk teljesen friss, ki is takarítottuk, de én úgy gondolom, hogy most bemutatom, hogy ezzel indulunk. Igazából a két parancsot két darab etjellel összekötöttem, és egymás után le fog futni. Ha két parancsot szeretnél egymás után összekötögetni, úgy, hogy egymás után fusson le, hogyha az előző lefutott rendesen, az két et és jel összekötésével, közé berakásával meg tudod tenni. Következő lépés, hozzá kell adni az adott PPA-nak az elérési címét. Ezt megteheted grafikus felületen, de mivel nyitva van a terminál, ezzel nem fogunk mi nagyon görcsölni, ezzel nem fogunk mi nagyon vesződni, bemásolom a terminálba sudo, természetesen emelt jog kell, és utána adjuk hozzá az apt rendszerünkhöz a tárolót és PPA, és ez a nevű PPA legyen hozzáadva. Az utána lévő kötőjel Y az azt jelenti, hogy ne kérdezgessél te mindenféle dolgot,
hanem igen, mindenre válaszold azt, hogy igen, én akarom nyilvánvalóan a hozzáadást megkérdezni. Ennélkül lenterezzük, és hozzáadta, amit tesz, igazából nem kell nekünk. Ezzel törődni, hozzáadja a listánkhoz, illetve a bizalmi adatbázis létrejött. Ezek azok a kulcsok, amiket szoktam emlegetni, hogy hitelesítő kulcsok. Ha hitelesítő kulcsok itt nagyon fontosak, ha nem hitelesíti le a kulcs az adott programot, adott tárhelyet, adott akármit, akkor nem fogod tudni használni, hanem kérje, hogy bocs, de itt azért hitelesítési problematika van, és valahogy meg kéne oldani. A következő lépés micsoda? Természetesen sejthetitek, hogy UPdate parancs jön, hiszen hozzákerült egy új tárolónak a címe, amit szeretnénk, hát bizony, letölteni az abban lévő csomagokat, csomaglistákat inkább így pontosabb, tehát az adatbázisunkból ez még hiányzik. Az, hogy ezekhez a parancsokhoz az apt-update vagy az apt-get-update verziót használod, jelen pillanatban teljesen mindegy. Miért mondom, hogy teljesen mindegy? Mert mind a kettő ugyanazt a hatást fogja elérni, hogy ki melyiket használja, az egyéni dolog. Én mind a kettőt párhuzamosan használom, nem jelent ez semmi problémát számunkra, sudo apt-get, és le is fut. Ami nagyon fontos, látható, hogy ide az utolsó részbe bekerült a PPA-nak a elérése. Az fontos dolog, simán berakosgatta, ha ilyenkor kírja, hogy nem éri el, nincs ilyen cím, valami hiba jellel száll el az adott PPA tekintetében, akkor lehet, hogy a PPA címe megszűnt, vagy megszűnt a tároló, más helyre költözött, ennek azért időnként utána kell nézni. A stabil, jó minőségű PPA-kkal ilyen nem szokott előfordulni. A következő gondolat micsoda? Oké, felfrissítettük a rendszerünket, lejött az adatbázis, hogy bizony nekünk ehhez tartozó csomagok ott már bent vannak a rendszer adatbázisába, hát hogyha bent van az adatbázisába, félhetően. Egy táblatörlés után nézzük meg, hogy bent van-e a rendszerünkben a keresett program, apt-search. Ennyi, beírjuk, hogy apt-search, és utána egy kicsit gondolkodik, minél nagyobb az adatbázisunk, annál lassabban fog előkerülni, de láthatóan itt nem volt olyan, hogy nagyon lelassult, és bent van. Hát ilyenkor mi a következő gondolat? Hát telepíteni fogjuk, sudo apt, vagy sudo apt-get, nyilván install, és strawberry. Begépeljük. Én általában azt szoktam csinálni, hogy innét kimásolom, illetve bemásolom ebbe a sorba a parancsot, telepítenedő eszköznek a pontos nevét, amikor ilyen egyszerű név van, nem annyira izgalmatos, de amikor jó hosszú név van, akkor természetesen problémás lehet, hogy valamit elütünk, hát leenterezzük, elkészíti a függőségi dolgokat, megnézi, hogy mi az, ami igazából telepítve lesznek, új csomagok, frissítendő csomagok, egyebeket elvégzi, kírja a méretet, egyéb. Na hát igazából, ha kírja a méretet egyéb, akkor egy I betűre bökve elindítja a telepítést. Egy táblatörlés után nézzük meg, hogy feltelepítette. Az első betűket beütjük. Én azt a gondolatot szoktam megtenni, amikor egy új programot használok, indítok, kipróbálok, hogy az első betűket beírom a terminálba, és utána a tabra nyomva ki fogja egészíteni. Ki fogja egészíteni, és még egy tab lenyomásával bizony ki fog derülni, hogy van ennek kettő darab program verziója, kettő darab ezzel kezdődik, tehát van maga a Strawberry, illetve valamilyen tag olvasó dolog. Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettőt ki lehet próbálni használatra, de a Strawberry-t el is indítjuk. Elindul. És kérdés, hogy miért? Én miért terminálba indítottam, és nem úgy indítottam el ezt a programot, hogy oda mentem a start menühöz, és elindítottam. Természetesen azért indítottam el, mert hogyha végignézed, és nem találsz benne hibát, akkor értelemszerűen, logikusan jól telepítetted, nincs hiba.
Kisebb hiba jelzések ilyenkor elő szoktak fordulni, de hogyha valami nem indul, nem úgy működik, és rengeteg figyelmeztetés egyéb van, akkor logikus feltételezés az, hogy valami a programmal lehet, hogy probléma van. Én ilyen hibakeresés az első alkalommal érdemes megtenni. Hibakeresés gondolat mentén szoktam úgy indítani ezt a programot, hogy terminálba, utána természetesen ikonról vagy start menüről indítható lesz a programod. Oké, okay. Gyakorlatilag az apt-get, apt rendszernek a minimális alapismeretét megszereztük, és megnéztük, hogyan lehet, és hogyan kell, hogyan érdemes egy PPA-t beilleszteni a rendszerünkbe. A következő fontos dolog, hogyan telepítünk egy független csomagot. Mit értek független csomagként? Azt értem, hogy vannak olyan gyártók, programozó emberek, akiknek a programjai, amit én szeretnék használni, nem került be a hivatalos tárolóba. Miért? Mert úgy gondolták, hogy erre nincs szüksége az embereknek, vagy a programozó ezt nem szerette volna, vagy egyéb ilyen gondolatok vannak. Itt sok minden miatt nem kerül be egy program a hivatalos tárolóba. Én úgy gondolom, hogy megbízható külső programokat szívesen és biztonsággal lehet használni. Az Ocean Audio-t már én bemutattam, egy audiovágó program, letöltés menüre megyünk, és letöltjük azt a csomagot, amire szükségünk van. Nyilvánvalóan nem a Debian csomagot töltjük le, nem a Fedorát töltjük le, hanem látjuk, hogy itt van egy Linux mintes csomag. Debian csomag egyébként, ez is, de a Linux minthez van készítve. Nyilván megnézed, hogy 64 bites újabb. Legtöbb gép az ilyen, hogyha nagyon régi géped van, akkor a 32 biteset kell letölteni. Odafigyelünk, hogy pontosan a rendszerünknek, az architektúránknak megfelelő csomagot töltsük le. Ez egy olyan megoldás, ami nagyon kényelmes, kiírja, ott vannak a képek. Egyebek, nekem 64 bites a gépem, és természetesen most Linux mint alatt vagyunk, és le fogjuk tölteni. Odafigyelünk, hogy letöltés le fog futni. Hát bizony, Ocean Audio mint, és szépen kérje, normális nevet adtak. Hogyan telepítjük ezt a csomagot? Hogyan telepítjük az így letöltött csomagot? A legegyszerűbb telepítési mód, amit beszeretnék mutatni, természetesen az, hogy megkeresed fájlkezelővel a letöltési mappádat, rákattintasz kétszer, és el fog indulni az automata telepítő rendszer, és azt mondja, hogy a csomag telepítése nagyon egyszerűen kiírja, hogy mit szeretne csinálni, telepíteni. Csomag telepítése, kéred, nem kéred, hát természetesen kérem, meg kell adni a jelszót, leenterezzük, és le is fog futni a program, és utána már használni is tudjuk. Gyakorlatilag ennyi. Ha olyat szeretnél telepíteni, ami már fent van, akkor a csomag újra telepítését tudod választani. Ezzel nem tudod eltávolítani az adott csomagot, mert nyilvánvalóan ez egy ilyen gyors, kényelmes, grafikus telepítési megoldás, hogy egy-két kattintással fel tudjál rakni valamit. Ha sok mindent szeretnél felrakosgatni, a sok mindenen értem azt, hogy 3-4-5, amikor már sokat kell kattogtatni, vagy egyet szeretnél felrakni, és te profinak hiszed magad, akkor természetesen terminálba fogunk dolgozni. Megnyitok egy terminált ugyanitt, megnyitás terminálba, és lehet látni, hogy a terminál megnyitása ott történt, a letöltések web könyvtárba, ahonnét én ezt indítottam, egy kicsit belenagyítok, hogy ti is lássátok, és mi a következő lépés? A következő lépés természetesen az, hogy az Ocean Audio-t szeretném én telepíteni, és az már fel van telepítve, hogy nehogy sírjon a rendszer, hogy bizony az fel van telepítve, és hát bizony ő mit csináljon, eltávolítom. Gondolom senkinek nem fog gondot okozni, hogy sudo apt, vagy apt-get, ami tetszik, purge, Ocean Audio a nevét kell megadni, nem a csomagnak a nevét, hanem a programnak a nevét természetesen, és bekéri a jelszavunkat, megadjuk a jelszavunkat, és el fogja távolítani. Oké, mivel eltávolítottuk, bizony mi szeretnénk installálni ezt a programot. A telepítése nagyon egyszerű, beírjuk, hogy sudo, természetesen apt kötőjel get install,
pont perjel megadjuk, hogy ebben a könyvtárban, amiben vagyunk, ott keresse a csomagokat, és beírjuk, hogy O betű, az Oceanautó első betűje, és rányomtam egy tabot, bekereste, megkereste a könyvtárban lévő összes O betűvel, egy darab O betűvel kezdődő Debian fájlt, és be is írta. Nagyon kényelmes, nem kell begépelni az egész nevet, hiszen itt azért vannak verziószámok, és esetlegesen ennél hosszabb név is lehet, egy enterrel, mivel már sudo jogot megkértem, fel fogja telepíteni, készen is vagyunk, feltelepítette. És ennyi, fel is telepítette, megnézzük, hogy működik-e, OCNetTab, audio, és elindítom, oké. Elindult a program, elhát, és teljesen fel van telepítve. Gyakorlatilag ennyit érdemes tudni a PPA használatról, az állandó és már unalmas figyelmeztetéseimre figyeljetek oda, illetve az apt-rendszer alaphasználatával is megismerkedtünk. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, gyakorlatilag ezt a minimális, jó hosszú lett természetesen, hiszen nagyon komoly rendszerről beszéltünk, ezt a minimális gyakorlatsort legyetek szívesek elvégezni. Miért? Mert ezekre szükségetek lehet. Miért? Mert terminálos munka az nagyon fontos, de hozzáteszek egy figyelmeztetést, ahol sudót használsz, az bizony emelt jogú, és tönkrevághatod a rendszeredet, azért figyelj oda. Azért erre figyelj oda. Köszi szépen, sziasztok!